És Brüsszelből érkeztem haza. Azért érkeztem haza, hogy tájékoztathassam hitelesen a magyar közvéleményt arról, hogy mi várható az Európai Unióban az Orbán kormány elmúlt 8 éves tevékenységének köszönhetően. Itt van a kezemben az az egyik jelentés, amely tegnap óta bejárt a világsajtót, és Magyarországon is legalább kétfajta értelmezése fut. Itt van a kezemben egy jelentés, amelyben nem Sorost, nem a migránsokat emlegetik, hanem az Orbán kormány elmúlt 8 évének rendkívül súlyos az európai értékeket, az európai szabályokat és a normális hétköznapi életet megsértő, az európai alapszerződéssel szembe menő gyakorlatával kapcsolatos nagyon súlyos megállapítások vannak. Hadd kezdjem egy idézettel. Talán ismerős azoknak, akik olvasgatnak még pártprogramokat. Ezt egy hatályos pártprogramból olvasom föl. Sokszor kerültünk abba a helyzetbe, hogy a magyar polgárok érdekeit éppen Brüsszel képviselte a magyar kormánnyal szemben. Az unió intézményei félnek beavatkozni egy-egy kormány belügyeibe. Nekünk ugyanakkor meggyőződésünk, hogy közös értékeink és elveink érvényre juttatását nem lehet mérlegelés tárgyává tenni. Fel kell tehát ruházni az Európai Uniót olyan eszközökkel, hogy tagjait folyamatosan az értékek képviseletére és az alapelvek betartására késztessek. Enélkül nincs erős Európa. Ellentmondás, ha elvárjuk az Uniótól, hogy vegye rá a normakövetésre a tagállamok kormányait, de vonakodunk attól, hogy ehhez a szuverenitásunkat esetleg csorbító felhatalmazást adjunk. Ez a Fidesz hatályos európai parlamenti programjából egy idézet. És ezt csak azért mondom, mert tegnap valami elképesztő volt, és magyarként különösen nehéz volt megélni mindazt, amit a Fidesz európai parlamenti képviselői műveltek az Európai Parlament LIBE bizottságának, a velünk kapcsolatos jelentés készítő bizottságnak az ülésen. Magyarországról alkottak, amit Magyarországról mutattak. Én tisztában vagyok azzal, hogy Orbán Viktor és a Fidesz megnyerte a választásokat. Van véleményem arról, hogy milyen eszközökkel, hogy milyen, hát éppen demokratikus és normális többpárti versengésnek nem mondható versenyben nyert ezeket a választásokat. Ugyanakkor azt is állítom, hogy a magyar társadalom, még a Fideszre szavazó sokaság sem adott arra felhatalmazást Orbán Viktornak, hogy kivezesse Magyarországot az Európai Unióból. Tegnap mégis a fideszes képviselők megnyilatkozása és a hazai kormányzati retorika azt mutatta, hogy a Fidesz ott folytatja az Európai Unió való politikai viszonyát, mint ahol abba hagyta a kampányban. Ezért kell, hogy tájékoztassam önöket, európai parlamenti képviselőként, hogy rendkívül súlyos a helyzet. Ugyanis, ha ez az eljárás végigmegy, akkor Magyarország a következő két évtizedre legalább elveszíti pozícióit és súlyát az Európai Uniós intézményekben. Márpedig nem lehet érdekünk, hogy ezt hagyjuk és szó nélkül tűrjük. Azt mondja a három jelentésből az egyik, hiszen három jelentés fut most az Európai Parlamentben a magyarországi jogállamiság vizsgálata kapcsán. Azt mondja az Alkotmányügyi Bizottságnak a jelentése, hogy sajnálatos, hogy a magyar kormány szándékosan félrevezeti az embereket az Európai Unióval kapcsolatban, és ellenséges retorikát használ, direkt az Európai Uniós irányelvekkel ellentétes jogszabályokat fogad el. Ilyen súlyos megállapítást még Európai Uniós tagállammal szemben nem tett európai intézmény. És azt mondja egy másik hasonló jelentés, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentése, amelynek néppárti vezetője van, tehát a Fidesz pártcsaládjához tartozó vezető, hogy ha Magyarország nem hajlandó a közös ügyészséghez, az Európai Közös Ügyészséghez csatlakozni, akkor fel kell függeszteni az uniós pénzek támogatások rendszerét.
A következő hónapokban tehát a magyar társadalom azzal fog szembesülni, hogy a kormány majd azt állítja, hogy Soros megbízásából Soros emberei azért, hogy menekültek migránsok millióit engedjék be Magyarországra, ezért megpróbálja megbüntetni és nyomás alatt tartani Magyarországot és a magyar kormányt. Kérem, tájékoztassák a magyar lakosságot, hogy ez elképesztő veszélyes hazugság, hiszen az Európai Uniós intézmények nem tesznek mást, mint hogy azt nézik, hogy nekünk, magyar állampolgároknak mi az érdekünk. Hogy nekünk, a magyar társadalomnak, akik az Európai Unióhoz akartunk csatlakozni, és akik az Európai Unióban szeretnénk maradni, nekünk mi az érdekünk. Éppen ezért ez a bizonyos jelentés, ez 12 pontban, 12 különböző témakörben csoportosítja a rendkívül kemény megállapításait az Orbán kormány működésével kapcsolatban. És ebből a 12 pontból mindössze egy szól a menekült kérdéssel kapcsolatos kormányzati magatartásról. És az sem azt követeli, hogy Magyarország korlátlan mértékben fogadjon be menekülteket, hanem azt kéri, hogy ne hazudjon a magyar lakosságnak, és inkább álljunk bele az európai közös megoldásokba. És ami a legsúlyosabb, és tudom, hogy a választások után vagyunk, még egyszer hangsúlyozom, tisztában vagyok azzal, hogy vasárnap hogyan döntött a magyar lakosság többsége, de ami a legsúlyosabb, hogy az Európai Unió világos üzenetet küldött az Orbán kormánynak és rajta keresztül a magyar társadalomnak, hogy nem finanszírozzák tovább a fideszes korrupciót. Minden jelentésben, ami az Európai Uniós intézmények asztalán van, az egyik legfőbb tétel, hogy az Európai Unió által adott Magyarország felemeléséhez, Magyarország jövőjéhez biztosított Európai Uniós forrás, minden ilyen forrás elköltése Magyarországon legalábbis kétséges, hogy a megfelelő módon és a megfelelő helyre jutott. És miközben itthon a Fidesz igyekezte levenni a napirendről ezt a kérdést, igyekezett nem foglalkozni az Európai Uniós értékekkel és az Európai Unió, illetve Magyarország viszonyával, de ez azt vetíti előre, hogy a következő években súlyos 10, súlyos 100 milliárdoktól eshet el Magyarország az Orbán kormány politikai magatartása miatt. Nem hajlandóak tovább finanszírozni az orbáni oligarchák gazdagodását. És hogyha a Fidesz nem változtat a magatartásán, akkor mi leszünk az első olyan ország az Európai Unió történetében, amelyikkel szemben ez a bizonyos 7-es cikkelyes eljárás elindul és végig is megy. Ugyanakkor szeretném figyelmeztetni magunkat, hogy nem pusztán az egyik pont, az egyik kérdés, hogy hogyan szavaz majd az Európai Parlament valamikor ősszel ezekről a megállapításokról. Ennél sokkal súlyosabb, hogy közben zajlik a 2020-2027 közötti Európai Uniós költségvetési ciklus tervezése és az arról szóló döntések meghozatala. És hát józan paraszt észre belátható, hogyha az Európai Parlament és az európai intézmények nagy többsége, beleértve a néppárti, tehát a fideszes pártcsaládhoz tartozó képviselőket is, úgy gondolja, hogy Magyarországra felesleges, sőt káros ráönteni az Európai Uniós fejlesztési pénzeket, akkor mi elképesztő lehetőségektől fosztjuk meg az Orbán kormánynak köszönhetően magunkat a 2020 és 27 közötti költségvetési ciklusban. Számoljon mindenki utána, hogy 2027 mi messze van, és ez mit jelenthet a magyar gazdaság szempontjából. Éppen ezért Brüsszelből hazaérkezve arra szólítom fel az Orbán kormányt, hogy hagyjon fel a Brüsszellel szembeni, az európai közösséget megsértő magatartásával, és most legalább így a választások után, ha már sikerült megtéveszteni a magyar lakosságot, akkor is tegyen pontot ennek a politikának a végére, mert Orbánon túlmutató, hosszú évekre előre Magyarország sorsát megpecsételő döntések születtek az európai intézményekben. És ezeknek semmi közük a migráns kérdéshez, és semmi közük Soroshoz, vagy bármely más külföldi emberhez. A következő időszakban én európai parlamenti képviselőként azt vállalom, hogy bár lehazaárulóznak jobb oldalról, de folyamatosan tájékoztatni fogom a közvéleményt arról, hogy mi a valódi tétje az Európai Unióban most meghozandó döntéseknek.
és nyilvánosságra fogok hozni minden olyan dokumentumot, amely Magyarország kormányáról szól, amely az Orbán kormány tevékenységével kapcsolatos. Még akkor is, hogyha az Orbán kormány azt kommunikálja, hogy nekünk, már hogy magyaroknak, mindenkinek az lenne a feladatunk, hogy védjük a kormányt. Az Orbán kormány pajzsként tartja maga előtt a magyar nemzetet, és ezzel a pajzzsal takarja el az összes bűnét, amit itthon mi ismerünk, de ne tévedjenek, ezt az Európai Uniós intézményekben is pontosan jól látják. Éppen ezért be kell fejezni ezt a gyakorlatot, és a tegnapi napból okulva azt kell kérjem, hogy a Fidesz szálljon le erről a lóról, és üljön fel arra, amely a magyarságot az Európai Unióban tartja. A magyar baloldal nem engedi, hogy Orbán kivezesse Magyarországot az Európai Unióból. Éppen ezért holnap mi is ott leszünk, azok is ott lesznek a tüntetésen, akik tudják, hogy Magyarországnak az Európai Unióban a helye. Mert bárhogy is döntött múlt héten vasárnap a magyar társadalom, nekünk ott kell tartani a figyelmeztető jelet, hogy Orbán valódi szándéka, hogy kivezessen minket az Európai Unióból. Arra kérek mindenkit, hogy jöjjön el holnap, ugyanakkor figyelmeztető jelként mondom, hogy mutassuk meg, hogy milyen a békés demonstráció, ne dőljünk be a fideszes provokációknak, mert hogy nekünk az az érdekünk, hogy megmutassuk, hogy európai polgárként, magyar hazafiként ott vagyunk továbbra is Magyarország pártján, Magyarországnak viszont az Európai Unióban a helye. Köszönöm szépen a figyelmüket, hogyha van kérdésük, akkor természetesen...